Máté, tavaly érettségiztél itt nálunk a kurzusban. Milyen indítatásból mentünk Franciaországba? Hát lényegében egy kalandként, hogy ez is meglegyen, hogy elmondhassam. Meg eredetileg ki szerettem volna élni régóta. Miért szerettél volna kint élni? 2013-ban részt vettem a Leonardo pályázaton, kint töltöttem 3 hetet, és akkor, amikor kint voltam, egyszerűen csak annyit mondtam magamnak, hogy basszus, én így szeretnék tanulni. Aztán erre lehetőségem adódott, és éltem vele. Így most kint vagyok 9 hónapja. Milyen tapasztalataid vannak, hogyha összehasonlítod a magyar és a francia iskola rendszert? Lényegesen más, már maga a munkahely is, hogy, tehát, hogy 2 hetet vagyunk munkában, és utána 1 hetet vagyunk iskolában. A suli rendszer az úgy van, hogy bent lakásos, tehát, tehát amikor ott vagyunk, akkor ott kell, ott alszunk, a kollégiumban. Hát más, más. Milyen munkahelyen dolgozol, Máté? Ez egy hotel étterem. Semi-gasztró, tehát félgasztronómiai étterem. Tehát úgy mondhatjuk nívós. És hány órát dolgozol hetente? Milyen a munkaidőbeosztásod? A munkaidőbeosztásom kint ezzel az osztott munkaidővel dolgozunk. Amikor 9:30-tól dolgozunk 3-ig, aztán van egy kis szünet, és utána pedig újra felvesszük a munkát egészen este 11-ig. A hétvégék úgy vannak, hogy két szünet, szabad nap, az egyiket megkapjuk teljesen, a másik pedig el van felezve két felé, tehát 2,5 napot dolgozunk. Jól érzed magad kint? Összességében pozitívak, a benyomásaid negatívak, vegyesek, milyenek? Ez furcsa, érdekes, és távol áll tőlünk azért ez a fajta kultúra, tehát hogy Franciaország, de igen, jól érzem magam. Mik a jövőbeni terveid? Mit szeretnéd csinálni? Most elvégzem a szakásszakmát idén, májusban, utána még kimaradok 2 hónapot a szezonra, utána pedig visszajövök, kitanulom a pincérkedést és megnézni, hogy milyen a másik oldalon. Itt vannak-e felsőfokú tanulmányokra irányuló terveid esetleg a jövőben? Jelenleg most úgy gondolom, hogy igen, lennének. Hát ez a két év lesz ugye a szakma, addig lesz időm gondolkozni, és még úgy érzem, hogy utána még nem késő, hogyha felsőfokú iskolába szeretnék menni. Szakmabeli, természetesen. Most itt vagyunk ugye ezen az európai kerekasztalon. Ez 27 ország részvételével rendezte meg a kinti partneriskolánk. Milyen érzés volt fennállni a színpadon és beszámolni a tapasztalataidról? Igazából nem láttam semmit a fények miatt. Kicsit megismerni a környéket, Vandémegyét bejárni egy kicsit. Persze, voltunk az utcán, parton, városokat látogattunk. Ilyen kicsit mindent, ami Vandé. Legfőképpen a kollégámmal, ő portugál, ugyanúgy van kint, mint én, ő már második évét tölti. Én főleg vele szoktam jobban csellengeni. Úgy tudom, hogy voltatok egy hétre Párizsban. Igen. Az iskola szervezésében volt egy tanulmányi út. Erről mesélnél nekünk? Igen, úgy van, hogy az iskolában 13 hetet töltünk, és ebből egy fönn van Párizsban, ahol a Párizs legnevezetesebb éttermét látogatjuk. Egy hotelben elszállásoltak, az osztályt sok felé bontották, hogy minél kisebb csoportok legyenek, hogy minél több mindent be tudjunk járni. A végén kellett készítenünk egy összegzést, azt, hogy mit láttunk, és köszönleveleket kellett írni. Mit ajánlanál azoknak a diákoknak, akiknek célja kimenni Franciaországba, akár egy Erasmus pluszos program keretén belül, vagy magánúton? Mindenféleképpen ki kell próbálni. Én azt mondom, hogy menjen ki az ember, csinálja, és ha lehet, akkor jöjjenek vissza, és itt kamatoztassák azt a tudást, amit mind megszerzünk.